Tisztelettel köszöntöm Borza Miklós, katolikus esperest, Koncz Gál László, református lelkipásztort és Kőszegi Miklós, evangélikus lelkészt. Hogyan alakult ki a lelkészkör és mióta működik? Hát, hogy pontosan hogyan alakult ki, azt az itt jelenlevők nem nagyon tudjuk egyikünk se, mert mindannyian már belecsöppentünk ebbe a lelkészi körbe. Amennyire én tudom, Szabó Levente református lelkipásztor volt az, aki kezdeményezte Balaton Lellén és a környékén, és aztán mindig ilyen meleg váltásban az éppen ide kerülő lelkészek tulajdonképpen belekerülnek, és szívesen járunk össze. Kik vesznek részt ezen a lelkészkörön? Az alkalmainkon a környékbeli lelkipásztorok közül vesznek részt többen is. Így Balaton-Szárszóról, Balaton-Szemesről, Balaton-Lelléről és Bogláról is jönnek testvérek, akik összejövünk és havonta találkozunk, és ez nagy öröm számunkra, és a kapcsolattartásnak nagyszerű lehetősége. Miért tartják ezt fontosnak, hogy legyen a keresztény felekezetek között ilyen szakmai beszélgetés? Hát egyrészt az ökumenikus imahét után, vagy vannak, ahol még most kezdjük el ezt az imahetet, nagyon is aktuális, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem meg is éljük a testvéri közösséget. Nekünk lelki pásztoroknak ez egy nagyon jó alkalom. Az, hogy ahogy Miklós atya is mondta, együtt lehetünk, beszélgethetünk, elmondhatjuk egymásnak a gondjainkat, és hát valóban itt lelkészként imádkozunk is egymásért. Nagyon fontos erről beszélni. Megéljük a testvéri közösséget. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan lelkészkör, ahol valóban jó együtt lenni. Felekezettől függetlenül, hiszen katolikus, evangélikus, baptista és református lelkészek vagyunk együtt. Én a magam részéről elmondhatom azt, hogy minden hónapban nagyon várom ezeket az alkalmakat, mert egyrészt ugyanazokkal a gondokkal küzdködünk. Építjük a gyülekezeteket, próbáljuk erősíteni a híveket a hitben. Természetesen mindig találkozunk nehézségekkel is, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan közeg, egy olyan együttlét, ahol megértjük egymást, és tudjuk azt, hogy a másik miről beszél. Erősödhetünk egymás hite által, és ez egy jó példa is, azt gondolom, a világnak, hogy szeretetben, békességben, valóban igazi testvéri közösségben lehet együtt dolgozni, mert erre vagyunk hivatva Jézus Krisztusban. Hogyan zajlik egy ilyen esemény? Hát általában mindig a vendéglátó az, aki előkészíti az alkalmat, ő szokott készülni valamilyen témával, amit fölvezet, amit éppen őt foglalkoztatja, vagy szeretne megosztani másokkal. Ezek elsősorban teológiai kérdések szoktak lenni, vagy éppen a mindennapi szolgálatunkkal kapcsolatos gondok, problémák, és az arra reflektáló igék. Most legutóbbi alkalommal épp az ökumenikus imahétnek a igéjét, az apostolok cselekedeteinek a záró rész két fejezetét beszéltük át, olvastuk föl, beszélgettünk róla, úgyhogy itt egy nagyon jó előkészülete is volt az ima hétnek, hiszen tényleg minden oldalról ezt meg tudtuk nézni, és hát van, aki gitáros énekekkel jön, vagy azzal készül, van, aki a saját énekeivel igyekszik megismertetni a többieket, és van egy közös imádság és egy imakör is tulajdonképpen ebben, amiben mindannyian igyekszünk az Úristen elé vinni a fohászainkat, és egymást is erősíteni általa. Túl vagyunk az ima héten. Milyen tapasztalatok, érzések fogalmazottak meg önökben? Minden ima hét a maga módján más és más, sohasem ugyanaz ismétlődik. Sokan azt mondják, hogy a templom azért nem járnak el, mert mindig ugyanazt mondják. De ha megkérdeznénk, akkor tudnák elmondani azt, hogy miről volt szó. Azok, akik ott vannak, azt nem biztos már.
vagy magunkra alkalmazni, és az idén is újat láthattunk, tanulhattunk, és ezek az alkalmak mindig másak, tehát a Szentlélek úgy működik, hogy sohasem ugyanaz minden, hanem ma is alakítja a közösségeinket, és nagy öröm számunkra, amikor például egy közösségnek az életét megismerhetjük a távoli országokból, hiszen a kereszténység az nem csak Magyarországon, Európában van jelen, hanem a távoli szigeteken, földrészeken is, és így idén például a máltai keresztények állították össze az imahétnek az anyagát, és nagyon tanulságosak számunkra, és ezeket próbáljuk mi is, azt szerint a szempontok szerint végig elmélkedni, végig gondolni, magyarázni, és a híveknek is továbbadni az üzenetet, ahogy éppen azt ők megfogalmazzák, és mi is tanulunk ezáltal, és elmélyülünk a Szentírás ismeretében, és nagyon jó alkalmak, amikor az egyes imaheteken összetudunk találkozni a liturgián kívül is, hiszen szeretett vendégség is van egyik alkalom végén, és ezáltal a dolgokat, amit hallottunk, meg tudjuk beszélni, megosztani egymással, és megismerkedni, és reméljük, hogy majd a hétköznapokban is ez átsugárzik, és megismerjük egymást az utcán is, a munkahelyen, vagy egyéb más helyeken, ahol összetalálkozunk a keresztény testvéreinkkel. Miben volt más az eddigi alkalmakhoz képest? Abban volt más az eddigi alkalmakhoz képest, amiben más volt a legutóbbi karácsonyunk az előző karácsonyokhoz képest. Minden éven valami újat élünk át. Ugyanakkor Isten igéje örök, ugyanaz, változatlan valóság, de Istennek évről évre mindig van új üzenete számunkra. A kérdés az nekünk keresztényeknek, hogy ezt mennyire tudjuk applikálni, alkalmazni az életünkben, mennyire vagyunk nyitottak Isten igéjének a meghallására. Én hiszem azt, hogy ebben felfedezhető egyfajta fejlődés, lelki fejlődés, amiben kell, hogy megerősödjünk esztendőről esztendőre. Hogyha a külsőségeket nézzük, akkor én azt gondolom, hogy ha számadatok nincsenek is, nem is állnak rendelkezésükre, de én legalábbis úgy látom, hogy azért erősödünk. Tehát, hogyha összességében nézzük ezeket az alkalmakat, azért évről évre többen vagyunk. Jó volt most látni olyan embereket, testvéreket, akik bár nem nagyon kötődnek egyik felekezethez sem, de mégis jelen voltak ezeken az alkalmakon. És hát azért is új volt ez az alkalom, mert Miklós testvérünket evangélikus részről most hivatalosan, ugye jól tudom, most köszöntöttünk először. Ez is egy nagyon jó megtapasztalás, hogy lelkipásztorok, milyen szépen tudunk együtt dolgozni az Úrban. Nincs versengés, hanem egymást erősítve, egymást bátorítva tudunk Isten igéről bizonyságot tenni. És hát igen, emberi tényezők azok mindig változnak, lelkipásztorok, plébánosok jönnek-mennek, de akárki is szól, és akárki is képviseli Isten ügyét, ugyanaz a feladatunk, hogy a testvéri szeretetet felmutatva, megélve Isten igéjét hirdessük az embereknek. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, és további szép estét kívánok!